Sziasztok, Fanni vagyok. Sziasztok, Kriszti vagyok, és a FemSpace legújabb adását láthatjátok. Köszönjük szépen a sok e-mailt, amit küldtetek nekünk, és hogy arra biztattatok minket, hogy újabb szakértői videókat készítsünk nektek. És az egyik leggyakoribb kérés, amit tőletek kaptunk, az az volt, hogy beszéljünk egy tabu témáról, a vállásról külföldön. Kérdeztünk egy vállóperes ügyvédet. Akinek egyrészt van valamilyen tapasztalata ezekben az ügyekben, másrészt talán itt a kellő empátia is szerepet játszik, mert ez nem egy cégalapítás, ez nem egy fúzió, amit a véghez kell vinni, és nagyon fontos a körülményeket megvizsgálni, hogy ki mikor mit mondott, ki mikor hova költözött, és mi az, amitől ténylegesen kell félni, és mi az, ami esetleg teljesen figyelmen kívül hagyható. Ausztriában nagyon gyorsan működik az, hogy az Oberlandesgericht, tehát a Bécsi Tartományi Bíróság segítségével úgynevezett utálsz forfüsszéket lehet kapni, tehát előlegben megkapjuk a fizetendő tartásdíjat, és majd az osztrák hatóságok gondoskodnak arról, hogy az apukánál behajtsák ezt a tartásdíjat. Valaki nem érzi jól magát egy kapcsolatban, egy házasságban, és szeretne ebből az egészből kilépni, de úgy érzi, hogy csak is a pénzem múlik, illetve azon, hogy a férjnek amúgy is erősebb lesz az ügyvédje, amúgy is jobban le tud majd fizetni mindenkit. Azoknak ajánlom azt, hogy tudni kell, hogy van az úgynevezett Institut der Verfahrenshilfe, tehát lehet egy kirendelt ügyvédet is kérvényezni, ha kellőképpen felmutatjuk, hogy a fizetésünk nem elegendő arra, hogy saját magunk magánügyvédet fogadjunk, akkor egy egyszerű formulár is kitöltésével az állam rendelkezésünkre bocsájt egy ügyvédet. A tény, hogy házasságban élek valakivel, vagy nem, a gyerekek szempontjából, majdhogy nem egyrészt nem játszik szerepet, másrészt meg nagyon nagy szerepet is játszhat. A közös gyermek akkor is közös gyermek, hogyha nincsenek házasságban. Az apukának ugyanúgy van tartásdíj fizetési kötelezettsége. Ez azt jelenti, hogy mindig azt kell nézni, hogyha az anyuka vállalja a klasszikus szerepet, hogy nála maradnak a gyerekek, ő viszi a gyerekeket az óvodába, ő ad a gyerekeknek enni, ő írja a házi feladatot, ő viseli a gyerekeknek a mindennapi gondját, akkor egyértelműen az apuka lesz az a fél, akinek a pénzbeli juttatásokat kell szolgáltatni. Különös tévhit még az, hogy az tartásdíj fizetése összhangban van például a láthatással. Ez két különböző dolog. Az anyukának megvan a kötelessége, hogy a láthatást biztosítsa. Legyen ez önkéntes alapon, legyen ez bírósági végzés segítségével, és az apukának ettől függetlenül a tartásdíjat fizetnie kell még akkor is, hogyha bizonyos okokból a látogatás nem jön létre. Ugyanúgy vonatkozik a házastársakra, meg az élettársakra is. Apuka utólag úgy dönt, hogy nem ismeri el az apaságot, akkor megint új szabályok lépnek életbe. Aki egyszer a bíróság előtt elismeri az apaságát, az mindig marad apa. Ez gyakran az élettársi kapcsolatokban egy tévhit. Ugye azt hiszi a apuka, hogy mivel nem igazából férj, így amúgy is mentesült a fizetést, hanem az apaságot, még abban az esetben is, hogy be tudom bizonyítani, hogy más van, aki az apuka, én örökre maradok, mint anerkannter Vater, tehát elismert apuka, akinek fizetni kell a tartásdíjat. Maximum annyit tudok, hogy regresszálok annál a személynél, aki ténylegesen az apuka, és remélem, hogy nála be tudom hajtani a tartásdíjat.
nagyon nagy kultusza van annak, hogy különböző hivatalok segítségével is le lehet ülni, meg lehet beszélni azt, hogy mi lenne a legoptimálisabb megoldás. Rengetegszer volt az, hogy magyar édesanyát, aki Bécsben dolgozott, befenyített a magyarországi apuka, hogy fel fogja jelenteni, mert a feljelentések oka nagyon színes. Azt tudni kell, hogy ezek nem más, mint üres fenyegetőzések, mert még akkor is, hogyha ennek a magyar anyukának, aki Bécsben dolgozik, és esetleg jelenleg nincs állása, akkor is neki ugyanúgy megvan az esélye, hogy a két gyereket megtarthassa, aki eddig is nála volt. A másik az az, hogy ilyen szempontból még azt is figyelembe kell venni, hogy vannak olyan anyukák, akik abszolút azt hiszik, hogy mivel ők magyar állampolgársággal rendelkeznek, és csak pár hónapja, pár éve vannak Ausztriában, semmi joguk nincsen, és ez egy klasszikus tévhit, mert igenis van joguk onnantól kezdve, hogy itt van az életvitelünk központja. Reméljük, hogy választ kaptatok a kérdéseitekre. Tudjuk, hogy ez egy rettenetesen nehéz téma, és soha nincs jó megoldás, ha egy vállásról van szó. De reméljük, hogy innen is legalább ezekkel a tanácsokkal tudtunk nektek segíteni. Én Fanni voltam. Én pedig Kriszti. Köszönjük, hogy néztek minket és követtek minket. Legközelebb találkozunk. Sziasztok!